Én azt gondolom, hogy az életünkben vannak nagy titkok, és számomra ilyen titok maga a zene, és az opera is, és valamiféle varázslat. Erősen kötődik a gyerekkoromhoz. Beleszülettem egy olyan családba, ahol a zene szinte naponta jelen volt. Elsősorban a nagybátyám révén, Oberfrank Géza karmester, ennek köszönhetően az fontos volt, hogy valamilyen hangszeren tanuljunk. Aztán az öcsémnél, Oberfrank Péternél maradt meg ez élethivatásként, de én nekem is sok közöm van hozzá színház révén. Énekelnem is kellett, klarinétozom és zongorázni is valamelyest tudok. És aztán egy különleges pillanata volt az életemnek. Egyszer csak kaptam egy telefont Ókovács Szilvesztertől, aki fölkért arra, hogy megrendezzem a Carmen című operát. Bevallom férfiasan, elsírtam magam. Éreztem, hogy az a titok, amit érzek, az hirtelen egészen közel került hozzám, és varázslatos heteket, hónapokat éltem át itt az Operaházban, az Erkel Színházban. És egy olyan darabot, a Carment rendezhettem meg, amely nagyon közel áll hozzám és hozzánk, nőkhöz, férfiakhoz, rólunk szól, és volt mit elmondani vele. Nagy sikerrel játssza azóta is az Operaház. Na, amikor tudok, akkor eljövök és megnézem, már csak azért is, mert kíváncsiak arra, hogy milyenek azok az új utak, amelyeket keresnek a rendezők az opera világában.